Szeretettel üdvözlök mindenkit! Egy zen tábor második teljes napjának vége felé közelítünk, és ez egy nagyon szerencsés állapot. Már megtanultátok a formát, ültetek eleget meditációban ahhoz, hogy valamiféle kostoló részetek legyen a tapasztalatból, de még van hátra nagyjából egy nap, ahol még újabb inspirációk alapján még jobban elmélyíthetitek a tapasztalatot, és minden mellé megvan a kezdő szellem bennetek. Többségében kezdők vagytok, és ez nagyon jó, ezt az ember nagyon szeretjük. Máshol ezt úgy szokták korholni, hogy na, legyél már szakértő. Itt nagyon szeretjük a kezdőséget, mert a kezdő tudata kíváncsi, tiszta, nyílt, és hajlandó befogadni új ismereteket és a valóság újabb aspektusait, amire az ember nagy szükség van. Ültetek, ma is sokat ültünk együtt, és ez egy nagyon érdekes tapasztalat. Bejössz darmaterembe, tudod a formát, hogy kell leülni, fölveszel egy stabil ülőpozíciót, valamelyik mentális technikát elkezded, figyelsz a tantienre, nagy kérdést teszel föl, esetleg mantrázol, tehát még az elmédnek is valami cucli, van a cuclia, amivel tud foglalkozni, és akkor szépen ősz. És ülsz, és ősz, és ősz, Egy szép teremben ülsz, de valójában semmi különleges külső dolog nem történik. És ez egy nagyon-nagyon fontos tapasztalat, hogy ahogy Joda Mester tanítja a Dagobán Lux Skywalker-t, talán sokatoknak megvan ez a jelenet, amikor egyszer csak be kell mennie a sötét barlangba, amit a sötét oldal ereje ural, és akkor megkérdezi Luke Skywalker a mestertől, hogy hát mester, mit fogok ott találni, mire Joda azt mondja, hogy csak az lesz ott, amit magaddal viszel. És ezt elmondhatnánk minden meditációs ülés elején is, hogy amikor odamész, az ülőpárnához leülsz, csak az lesz ott, amit magaddal viszel. Se több, se kevesebb. És ez egy nagyon fontos tudás ahhoz, hogy legyünk elég bátrak ahhoz, hogy szembesüljünk azzal, ami ott van. Mert már ott nem igazán tudjuk körülményekre fogni, másra fogni, hogy mi az, ami ott szembe jön velünk, és általában minden örömünk és minden fájdalmunk ott van az arcunkban. Legfeljebb esetleg még nem vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy megnézzük. De az, hogy itt ülsz és megvan ez a tiszta forma, egy idő után lehetőséget adsz magadnak arra, hogy az én védő mechanizmusaid ne aktiválódjanak, tehát ne hasítsd le a problémádat, ne folytsad el, ne éljed ki, ne azonosulj vele, ne utáld, hanem csak lásd úgy, ahogyan az van. Ebből az egyik fontos tanulság, amit elvihetsz magaddal, az, hogy, hogy ott ülök, és te jó ég, ez van bennem ilyen kavargó gondolatok, ilyen kavargó érzelmek, ezzel, ezzel a tudatállapottal, ezzel az elmével vagyok kint a világba, beszélgetek a szeretteimmel, próbálom őket jó-rosszul kapcsolatban szeretni, vagy a, a pénztárossal beszélgetni, piacon vásárolni, ilyen tudattal csinálom mindezt. Ez azért nagyon jó ez a tapasztalat, bár először megijedünk tőle, mert semmi nem ad segédeszközt, hogy elmeneküljünk előle. Lehet menekülni valamiféle vallásos magyarázatba, ahol kapsz általában valami vágy és félelem alapú történetet arról, hogy hogyan is van a dolog, hogyan is van az élet, kereshetsz a tudományban választ, ami nagyon jó, mert kényelmesé teszi az életünket hogy jó meleg van, meg szép a terem, meg van világosság. Ilyenekre nagyon jó a tudomány, de a nagy kérdések elől kitér, és valójában nem kapsz tudományos választ. Az életed nagy kérdéseire, a te életed nagy kérdéseire. Esetleg a filozófiához is fordulhatsz, ahhoz mondjuk kevesen szoktak, de például vegyük, tegyük föl, hogy olvasol egy kis Heideggert, egy kis Foucault, egy kis Nietzsches-t, egy kis Schopenhauert, és amit találni fogsz, az zseniális emberek, zseniális gondolatai, nagyon hosszú intellektuális eszmefuttatások, amik tényleg csodálatosak, de ott is hiányérzeted lehet, hogy hát igen, de ez végülis az életemben nem segített. És mindannyian azt szeretnénk, hogy legyen egy erősebb, boldogabb életünk, szeretetbe tudjunk élni, és hát nem mindig segít ebben Schopenhauer. Úgyhogy itt mindez nincs. Itt csak a tiszta, valóság van úgy, ahogyan az van, és ennek a bátor tapasztalata az, amit én ajánlok mindenkinek, hogy, hogy vigyen magával innen a táborból, és aztán folytassa ezt a gyakorlatot otthon, és akkor megláthatjuk azt, hogy nem is az az igazán nagy kérdés például, ami sokakat érdekel, hogy, hogy vajon van-e élet a halál után, mi lesz ezután, hanem sokkal inkább az a fontos kérdés itt is most, hogy van-e élet a halál előtt? Milyen az az élet? Milyen minőségű, amit élek? És ami kiderül, hogy ezért nagy részt mi vagyunk a felelősek. A hozzáállásért mi vagyunk a felelősek. A körülményeinkért sokszor nem. Az, hogy mihez hogyan viszonyulunk, az a perdöntő sokszor, és azért mi vagyunk a felelősek, mint ahogy a buddha alaptanítása nagyon szépen kimondja ezt, hogy nem azért szenvedünk, mert valamilyen bűnt követtünk el, hanem azért szenvedünk, mert tévesen látjuk a valóságot. És hosszú-hosszú ülések során rádöbbenhetsz valamire, hogy tényleg hogyan teremted mindezt, ami az életedben van, és akkor tudsz majd rajta változtatni. Ehhez a ponthoz még hozzátartozik Pajcsang Zemmester nagyon szép verse, ami benne van a templomi szabályokban, mindenkinek nagyon ajánlom, most szabadon fogom idézni. Ő azt mondta, hogy az élet és a halál nagy munkájában az idő nem vár rád. Ha ma meghalsz, vajon milyen testet kapsz? Mindenek előtt nem ez a legfontosabb kérdés és én itt most gyorsan félretennék mindenféle következő életet, meg hol fogok újjászületni, meg milliómos leszek-e a következő életemben, vagy zemmester, vagy ö, kutya, vagy fa, persze mondjuk kimondta, hogy fának rossz lenni, na, de mindegy, ezt most mind tegyük félre, és maradjunk annál, hogy minden pillanatban ott a lehetőség a kezünkben, hogy újjászülessünk. Minden pillanatban egy helyesebb testben, egy helyesebb lélekben, egy helyesebb tudatállapottal tudunk létezni. Ez a mi éberségünktől függ. Úgyhogy ezt a pajcsangi verset ajánlom mindenki figyelmébe, és hogy tényleg vegyük ezt észre, hogy mennyire fontos az, hogy észrevegyük a belső működésünket, és aztán esetleg tudjunk rajta változtatni, azáltal, hogy elviseljük a valóságot úgy, ahogy van. Úgyhogy én mindenkinek azt kívánom, hogy úgy menjen innen el, ahogyan annó, ahogyan Kocsi Zoltán annó válaszolt, hogy a híres karmester és zongorista, aki sajnos már nincsen köztünk, de egyszer kérdezték arról, hogy milyen a Máté passió, és persze elmondta, hogy milyen csodálatos a Máté passió, meg hogy milyen jó azt vezényelni, és aztán azt mondta, hogy igen, egy bajom van vele, a taps zavara végén, hogy amikor véget ér, és akkor az emberek elkezdenek tapsolni. Ez nem illik oda. Akkor a kérdező így megvolt, ilyet vagy, úristen, hát és akkor, akkor mester, akkor hát mit kéne csinálni a Máté pasi után? Mire kocsis, Hallgasd meg, menj haza, és válj jobb emberré. Hogy én ezt kívánom mindenkinek, hogy gyertek ide, minél többször gyakoroljunk, minél többször együtt, Lássuk meg azt, hogy hogyan hozzuk létre a valóságunkat pillanatról pillanatra. Merjünk egy új testben, új emberként megszületni minden pillanatban, és segítsünk minden lénynek is ezáltal. Köszönöm, hogy meghallgattatok.